Üdvözlök mindenkit! Hát úgy néz ki, hogy hát pontot sikerült tenni így a rendőrhányásnak a végére. Hát csak az a kérdés, hogy ebbű mi lesz, ahogy szokták kérdezni. Hát ugyanez a hordaváró, ami a legutóbbi videónkban van, hát mindjárt meg is mutatom, hogy pontosan miről is van szó. Hát gyerekek, annyi mindent kipróbáltam, emlékeztek a múltkori részben, hogy acél sorokat tettem rá, már kínomban már mindent csináltam, és nem. És hát jött egy ilyen kis túlsza ötlet, hogy hát vajon a Földdel azzal milyen kölcsönhatásban, vagy milyen hatása van a Föld a rendőrre, mert hát itt alapvetően az a probléma, hogy ugye a rendőr, ha nem lát, mert egy fal mögött vagyok, ő akkor is tökéletesen tudja, hogy hol vagyok, ugye nem kicsit csalás, ugye, a játék részéről, hát szoktuk mondani, hogy a játékfejlesztők 0-24 órába azon agyalnak, hogy hogyan tudjanak ki a játékosokkal, hát ugye hát most ugye áthánynak a mindenféle falakon, ugye, amiket, hát megvannak azok a blokkok, amiket álltok. Hát megnéztem, hogy vajon hibáztak-e, kifelejtettek-e valamit, hát például a Föld, hát azt kifelejtették a dologból, tehát hogyha Föld mögött állunk, akkor nem hánynak. Tehát az a lényeg, hogy van ez az egyszerű kis földblokk, ami hát egy ilyen kis földblokk, hogyha én ebből például építek egy, hát mindegy, egy ilyen kis sárbódét, tehát kipróbáltam direkt az előbb, szóval építek egy ilyen kis sárkunyhót, aminek mondjuk kellő magasak az oldalai, egy oldalt van csak bejárat, a rendőr nem hány. A zombi nem ütik ezt a falat, hanem szépen jönnek, és akkor itt a bejárat, és itt próbálnak támadni. Egész egyszerűen a Föld az egy nagyon érdekes dolog a zombik tekintetében. Más kérdés, hogy ugyebár az a gond a Földdel alapvetően, hát nincs nagy HP, a 200. Ugye nagyon kicsi a HP a Földnek. Hogyha viszont, hát nézzünk egy másik anyagot, mert nézzünk egy olyat, hogy itt van ugye az aszfalt. Kipróbáltam ugyanezt aszfalttal is, meg ugyanezt is aszfalttal, tehát ugye van ez az aszfalt, ebből ugyanúgy le lehet ezeket rakni, hát csak ugye ez drágább az aszfalt, mert ez olajpalát kell bányászni, stb. Ennek, meg tudjam ütni. Szóval ennek a HP-ja 1500, tehát sokkal erősebb, mint az a 200, ugyebár. Jó, de ezzel is működik, meg azzal is működik, ugyanez a dolog, tehát hogyha aszfalt mögött vagyok, ugyanúgy nem kezd el hányni a rendőr, tehát ez mind a kettő működik. Jó, és hát ebből kiindulva, hát én ezt így szépen körbe raktam, ugye itt hagytam egy kis részt, csak azért ki, hogy hát hogyha ide mégis beesik valaki, valami oknál fogva, ki tudjon jönni. De ez gyakorlatilag így le van hozva nekem eddig, sőt, nagyon érdekes dolog, mert hogyha én itt állok fent, ugye direkt, hát nem lett volna muszáj eddig felhozni, csak próbából felhoztam idáig, tehát ugye itt fent állok, a rendőr az mondjuk ott lent szalad, akkor se hány, tehát már nem lát, nem tud áthányni. Szóval ez nagyon sok perspektívát nyit meg, azért a későbbiek során sok mindent ki lehet azért ezzel próbálni, mert így gyakorlatilag hát úgy néz ki, hogy se nem ütik, se nem hánynak különféle dolgokat, ki lehet azért ezt használni. De mondom még egyszer, ez nem túl erős a HP-ja, tehát ha mégis valami gebasz van, mert mondjuk tegyük fel, hogy felrobban egy badabum, akkor az biztos, hogy repül minden, szóval azért nekem is itt azért belül acél minden, de kívülről itt van ez a kis föld, ez azt jelenti, hogy hát kipróbálhatnánk, de higgyétek el nekem, tehát ez így működik, hogy a rendőrök nem hánynak, hanem gyakorlatilag jönnek itt, és majd mondjuk amikor ide jönne, itt lát meg ugye engem, itt kezdene el hányni felém, de hát addigra már én is látom a kis kókuszát, a kis fejét, és akkor már én is adom neki, ha mégis úgy van. De gyakorlatilag itt végig futnak, tehát nem sérül semmi, nem sebez semmit.
Gyakorlatilag pont az ajtóig megcsináltam én is, mert azért, hogyha mondjuk erről jön, akkor itt lát meg engem, ha erről jön, akkor itt lát meg engem, de ugye nekem az elektronika itt van emögött, meg itt van emögött, tehát oda még véletlenül sem tud így hányni. Hogyha én ezt egyen rövidebbre csináltam, akkor már probléma van, mert ugye messziről jön, akkor még nem hány, de hogyha ide érkezett, és az rövidebb volt, akkor már így alulról volt, amikor így bepróbálkozott, mert így már ez annyival alacsonyabb volt, tehát ugye megmutatom, de ugye ez annyival alacsonyabb volt így, hogy már akkor így innentől, és akkor itt már besérült, tehát itt már tönkretett egy elektronikát. Szóval, de hogyha ezt így lehozzuk eddig, mint ahogy én is, gyakorlatilag takarja az egészet, esze ágában nincsen, hogy oda behányjon. Nagyon jó. Na, de viszont, hogyha már itt tartunk, akkor nézzünk egy, hát akkor már teszt sorozatot nézzünk, akkor ne csak ezt a fajta orravált, akkor nézzük meg, ugye ez most nem a single playerbe játszott, ez egy új map, direkt ilyen tesztre hoztam létre, elég sokat molyoltam is vele, és akkor nézzük meg, megépítettem direkt a, nem tudom merre van, várjatok, abba az irányba van. Megépítettem direkt, ott van a kis várunk. Ott van, ugyanaz, a tökéletes mása annak. Megnézzük ott, hogy működik. Nos, itt a várunk. A vár esetében, hát van egy kis... hát egy kis eltérés, vagy van egy kis probléma, mert hogyha én ezt itt kívülről kezdem el rárakni, mondjuk ilyen magasságban, mert én ott vagyok mögötte, hát netán még lejjebb, de tegyük fel ilyen magasságba, és mondjuk én ezt így elkezdem rárakni, és mondjuk én vagyok a zombi, jövök, hopp, és pont az a baj, hogy hányás ellen véd, igen, csak ugye az a probléma, hogy hát pont azt a hatást veszíti el, amire valójában ez készült, hát nem tudnak lepotyogni a zombik, tehát itt, tehát ez erre a várra, hogy én ezt ide kívülről rátegyem, ez nem működik ez a dolog. Ha meg mondjuk csak tegyük fel eddig, vagy innentől, hát akkor meg már így megint csak, akkor már látni fog engem, tehát akkor hány. Tehát ez így ide nem működik. Viszont, hát akkor nézzünk, B-terv. Nem akarom átalakítani, azért tegyük hozzá, tehát most ez így dizájnilag hogy néz neki, de most ha a működést nézzük, hát belülre került, és ez most teszt szempontjából érdekes volt ez a dolog, hogy tehát a föld, ez ugyanaz a földblokk, csak most nem a fal külső része, hanem ez elég nagy ez a belső rész, tehát ez ide belülre került a föld, és a dolog így is működik, tehát hogyha a falon én kívülre teszem, a földet akkor is érzékeli, és ugye akkor is működik, de hogyha a beton van, vagy az acél van kívül, a föld belül, akkor is működik, mert a földet akkor is érzékeli. Itt ugyanúgy nem hány, kipróbáltam, hát nyilván ide meg oda, az oldalra nincs téve föld, tehát abban az esetben hányt csak a rendőr, hogyha ebből az irányból jött, vagy abból az irányból jött, mert nyilván ott nincs föld. De ha ezekből az irányokból jöttek, akkor nem, akkor gyönyörűen potyogtak oda le, és kész. Szóval, csak hát ez ugye hogy néz ki, úgyhogy én nem akarom majd a éles verzióban nem akarom átalakítani a várat, de most működés szempontjából viszont így érdekes volt ezt látni. És akkor nézzük meg még a harmadik verziót, hát nézzük meg azt a kis létrás, kis oszlopos hordavárót is, amit hát direkt megépítettem ezért, hogy megnézzük tényleg, hogy, mert hát ugye ott hát láttuk a legutóbb ott hordáztam, és azért hát jöttek a hányások minden irányból, messziről, mert ott egy kis ketrezbe vagyok zárva, de nézzük meg, hogy ott esetleg mit lehet vele csinálni. Nos, hát ebben az esetben látjátok, hogy így kipróbálgattam a dolgot, és hát én így nyilván nem felülről raktam, mert itt hát nyilván azt az irányt kell nézni, hogy merről fognak hányni, hát nyilván lentről fognak hányni. Így szépen alulról burkoltam be, meg egy kicsit így oldalról, amennyire lehet. És
Meg hát előről nem, mert hát itt körülbelül csak annyira, hogy ez így síkban van, tehát nehogy itt valaki rá tudjon ideugrani, mert hát ugye ez a lényeg. Tehát ugye nekem az volt alapvetően a lényeg ezzel kapcsolatban, hogy tehát hogyha hátulról érkezik a zombi, vagy netán jobbról, balról, oldalról, akkor ne, én ugye főleg előre próbálok figyelni abba az irányba, mert ugye ez a normál útvonaluk ugye a zombiknak. Tehát ne kapjam már a hányásokat oldalról, meg hátulról, tehát nekem ez lenne a cél. Viszont erre meg tökéletesen egyébként működik a dolog ebben az esetben is, mert hogy abban az esetben, hát itt azért néha nyilván jött hányás, de ugye abban az esetben jön, mert nem vagyok teljesen begombolkozva, szóval azért nyilván kint vagyok, tehát hogyha abból az irányból jönnek a zombik, akkor hát akkor ugyanúgy bekapom, de nyilván akkor jobban tudok odafigyelni, mert abban az irányban nézek eredetileg is. Viszont hogyha erről jönnek, vagy hátulról jönnek, oldalról, akkor meg itt futnak el, mondjuk itt alattam, akkor nem. Tehát azt annyit látok az egészből, hogy így ott megjelenik a rendőr, és akkor elindulott felfele, és akkor én így szépen van időm lelőni. De mondom még egyszer, tehát hogyha abból az irányból jönnek, vagy abból az irányból futnak, vagy netán még abból az, tehát amikor így kint vagyok, és nem, tehát az nyilván az ember olyankor azért jöhet hányás ebben az esetben. De hát oké, viszont tehát abban az irányban nézek, és még látom is, hogy jön, úgyhogy van idő reagálni is rá, meg hát nem is érdekes ez az egész dolog, csak viszont ebben az esetben is véd. Egy dolgot nézzünk még azért meg, mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hát azért meg kell nézni, hogy mi mennyit bír, le is szállok már a földre. Megnézzük, mi mennyit bír. Megnézzük először a földblokkot, mert azért ez egy gyenge. Láttuk is, hogy 200 HP-ja. Tehát, hogyha én az oszlopra rá akarok tenni egyet, ráteszek még egyet, és hogyha a harmadikat ide teszem, már mutatja is, hogy ennyi, le fog szakadni. Tehát a földblokk az gyakorlatilag hát nem egy túlságosan jól építhető valami, de így, hogy hozzáragasztjuk valamihez, úgy viszont egész jó el van. De nyilván erre se lehetne bármennyit tenni, mert egy idő után ott is pirosodna, szóval csak úgy ügyesen meg ésszel kell az ilyeneket pakolni, mert azért csak jelent valami súlyt. Hát most összehasonlítva azzal, hogyha én most a betont kezdem el rakni, ugye szépen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, és most szakadna le a 13-nál. Tehát ugye most. Tehát azért összehasonlítva egy földdel, tehát azért van elég nagy különbség a dolgok között. Úgyhogy azért a földdel csak óvatosan, viszont tényleg ami a lényeg volt, soha nem is a zombik jelentették itt a problémát, mert azokat persze az ember agyonüti, lelövi akármi, de a zombi hányásokat, tehát rendőr hányásokat ugye nagyon megerősítették. Az Alpha 20-ban nem hánytak így. Ott például ugye, ha nem láttak a zombik, akkor tehát sima fal mögött voltam, vagy akkor nem történik semmi. Az Alpha 21-ben ezen változtattak, mert tehát a falon is átláttak gyakorlatilag. Viszont ezzel, hogy a föld blokkot használom, ezzel viszont hát valahogy máshogy hat a hányós rendőrökre, és ezért nem valahogy itt így akkor nem hánynak. Tehát támadnak máshogy, mint normálisan, de a hányásokat sikerül kiküszöbölni, úgyhogy, na hát ez egy érdekes dolog, és ez így az embernek érdekes táblatokat nyit azért ez a dolog, hogy nem tudom majd még, hogy hova vezet minden esetre, akkor viszont úgy néz ki, hogy mégiscsak meg lesz építve az előző lövöldözős
elektromos kerítéses, hordaváró, úgy néz ki, hogy ezek szerint akkor mégiscsak megépítjük majd a single player-es éles változatban. Úgyhogy hát majd várnak oda benneteket legközelebb. Nagyon sok idő elment a tesztelésekkel, nézzétek el nekem, hogy az a sorozat az most a hétvégén nem volt folytatva, mert hogy ennek a tesztelésével voltam elfoglalva, rengeteg mindent kipróbáltam, agyalgattam, hogy mi, de úgy néz ki, hogy összejött, úgyhogy várlak majd benneteket. További szép napot, sziasztok!